hoztam, viszont egyetlen témakör köré szeretném csoportosítani. Kettes típusú diabéteszt diagnosztáltak az apósomnál, aki ennek hatására volt csak hajlandó elfogadni az algát, korábban nem. Ugye aki belekerül egy ilyen problémába, igen nagy látványos súlyveszteséget szenved el, elkezdenek a végtagok kihűlni, a látása romlik. 16-17-es vércukorszint, soha nem evett gyógyszert, nem tart diétát, eszi az algát, 6-6 és feles. Egy érdekesség, hogy elfogyott a puralga, mentolos kéznél volt, kipróbálta. Érdekes, hogy a vércukorszint ilyenkor nem 6-6 és feles, hanem körülbelül egyet emelkedik. Úgyhogy érdemes elgondolkodni, hogy a puralga 100%-os alga, a mentolos csak 80%-os, tehát egy foknyival rosszabb úgymond az eredmény. Ugye a szolár, ha kerekítem, kb. 60% algát tartalmaz, míg a lunár 40%. Tehát lehet vele kicsit gondolkodni, kinek mekkora problémája, hogy hogyan és milyen algát lehet hozzá igazítani. A másik egy szintén diabétesz 1-es típusú, egy szexárdi előadáson egy apuka átelő egy felvetéssel, azt mondta, hogy a kisfia az kötelező védőoltást követően gyakorlatilag lett diabéteszes. Eredménye az, hogy immáron 15 éve inzulint kap. Nyilván nem gyógyult fel, de az alga hatására körülbelül már fele annyi inzulin elegendő. A saját tapasztalatom az, hogy mountain bike-ozom, fallabdázom, tehát elég sportosan élek, és sokkal több energiám, sokkal több erőm van, nincs izomlázam, és van egy orvos barátom, aki kételkedett ebben, és azt mondta, hogy csináljunk egy vérvételt, vérnyomásmérést, antioxidáns mérést, ami szintén olyan eredményeket hozott, hogy visszamenőleg megnéztünk egy szeptemberi vérképet, ott nagyon magas volt a koleszterin szintem, elvileg gyógyszeres kezelés kellett volna rá, ez visszament a határérték közé, ugyanez volt a vércukorszintemmel is, ami szintén visszállt a normál értékek közé, tehát azt mondom, hogy ezen is látszott. Aztán az antioxidáns szintem egy másik cégnek a mérőműszerével megmértük. Én nem mondtam, hogy ki vagyok, honnan jöttem, de amikor meglátták a 36.000-es antioxidáns szintemet másfél hónap algafogyasztás után, hanyadőrtek és azt mondták, azt a de király! És volna még egy, de ez tényleg csak röviden, az anyósom nagyon súlyos asztmában szenved, nem éri el a 30%-ot a tüdeje teljesítő képessége. Január elejétől kezdte el fogyasztani a algát, és most már ott tartunk, hogy vissza kellett mondanom a csír helyet, amit ő már kinézett magának. Több mint 10 évvel ezelőtt egy magas vérnyomást hoztak nálam össze. Azok a munkatársaim, azok a külföldi, belföldi vendégeim, akik biztos jót akartak nekem, de semmiképpen nem 230/100-as vérnyomást, amelyre a házi üzemorvosom hatfajta gyógyszert adott át, és éveken keresztül semmi nem történt, a vérnyomásom sem 200, sem 100 alá nem tudott lemenni. Időközben a cukorbetegség is megkeresett, elég keményen, mert először 3 gyógyszert, majd kiterítették, hogy inzulinra kell fogni, rettegtem, remegett lábam, kezem, mint most. Tulajdonképpen az történt, hogy az inzulint be kellett fogadnom, befogadtam először 2, majd 4, és utána 6-szor kellett magam böködni éveken keresztül. A csúcs ott volt a betegség halmazban, hogy munkahelyemben, irodámban kaptam egy agyérgörcsöt, egy agyinfarktust, és abban a pillanatban 2-3 másodpercen belül az egyik oldalon le is bénult. Szerencsére éppen a titkárnőnek diktáltam, mert ő rögtön a mentőket tudta hívni. A mentővel én bent voltam a Szolnoki Hegényi Kórházban, egy 15 percen belül, ahol már úgy szedtek ki a mentőből, hogy mind a két oldalon le volt bénulva. Így bekerültem egy olyan osztályra, ami azt sem tudtam, hogy mi, mert nagy szerencség volt, nem láttam a betegtársaimat, ugyanis nem láttam, és nem tudtam beszélni. A különböző vizsgálatok után egy éven keresztül feküdtem benne abban a kórteremben, ahol éjszakánként több mint 100 ugyanolyan beteget, mint én, vittek ki a másik területre,
mert a vádom az ott csörökkölt, és hallani hallottam, és a baloldali agyam még év volt, és fel tudtam fogni, hogy mi is van a többi beteg társaimmal az egy év alatt. Utána engem a kórházban is elnézést kérek, doktor úr, egyszerűen kilőktek. Mondták, hogy el lehet engem vinni elfekvőbe, el lehet vinni ide-oda, de haza is lehet vinni. Na, engem sajnos oda vitt a családom, miért is sajnos? Mert egy óriási puk lettem a házakon. Mit lehet tenni egy béna emberrel, ugyanis a 18 fajta gyógyszer, ami belém csöpögött, az semmit nem tudott javítani az állapotomon. Én nagyon örülök, hogy ekkor a csapat előtt elmondhatom, mert azon a zászlón, ami most itt a kezemben, sőt nincs is, az van felírva, hogy ide figyel János, ez a kér. Kérem szépen, tedd meg, hogy minél több embernek, minél több magyar és külföldi embernek mondd el, hogy hogyan gyógyultál meg a teljes bénulásodból, amikor a kétszer a kaszás eljött érted, és nem voltál hajlandó elmenni vele. Mondd el minél több embernek, akár egészséges, akár beteg, azért, hogy az algát, a kéniusz és a kinetót fogyassza, mert nem lesz beteg, és legalább 20 évvel tovább fog élni. Kérem, én most 65 éves vagyok, és szeretnék 85 évig legalább még élni. De mi történt akkor a cukromban, a vérnyomásommal, és mi történt velem azzal, amikor le voltam bénulban? A feleségem elhívták egy ugyanilyen 2007 végén, egy ugyanilyen vidéki találkozóra, Szolnokra, ahol elment, és meglátta a kivetítőn, hogy mi minden kiválóan segít az alga, a génium és a kinetó. És meglátta, hogy a cukorbetegség, a kettes, ami nekem volt, igen, múlt időben mondom, a vérnyomás, a magas vérnyomás, illetve a vérnyomás beállításában micsoda kiváló. És tulajdonképpen a vérről képződés. Na most mi lenne, hogyha nem lenne vérről az ember szervezetében? El lehet képzelni, hogy Magyarországon nem lenne több infarktusos haláleset? Igen, el lehet képzelni. Én állítom, én mondom. Ugyanis hadd jelentsem ki, hogy a cukromra ma sem gyógyszert, sem inzulint nem adott. Mert a feleségem hadakodott, egy éves adagot nekem. Belépett a rendszerbe. Igaz, hogy azóta szegény nem csinál semmit, de engem megmentett. Én nagyon sokat köszönhetek neki, mert bénán elmesélte nekem, hogy ő mit látott azon a kivetítő táblán, amelyet egy német úr mondott el, és tolmás segítségével hallgatta ő meg, és azért hozta nekem haza, és fogadjam be, mert mindenkinek kutyigumit már kipróbált nálam, gondolok itt gyógytárról és egyedről, és próbáljuk ezt is meg, veszteni valóm nincs, itt van, és megpróbálta, és én beletöröltem, és megmondom őszintén, hogy egy éven keresztül ő és a két gyönyörű kislányom tönte belém az algát. És úgy, hogy a bémióba és a kinetóba gyönyörű szépen beletekerték. Tudom, hogy nagyon haragszanak rám, hogy ilyen sokáig mondom, de ahhoz, hogy megértsék, hogy hogyan tudta én kigyógyulni, meggyógyulni a cukorbetegségemből, a vérnyomásomból. Volt két orvos barátom, akik még meg is magyarázták, azóta én el szoktam ezt mondani, hogy hagyd ne tegyem, mert akkor nem a 3 perc, vagy a 13 perc, a 30 perc is kevés lenne hozzá, de tény, hogy az összes záró jelentésemben tudom bizonyítani, hogy hogy kerültem be a kórházból, hogy kerültem ki, és azóta minden labor, körülbelül egy év óta, minden labor vizsgálaton minden eredményem pozitív, és meggyógyultam a cukorbetegségből. Ma reggel kicsit magas volt a vérnyomásom, 135/70.